kezdet-kezdetén 18 léleknek kell magától és saját akaratából felismernie engem, szólt a báb. És ez így is történt. A báb vértanú halálának évfordulójára emlékezett a magyarországi baháj közösség. A báb a baháj hit alapító profétájának, Bahaullának az előhírnöke volt. Ő volt az, aki 1844-ben bejelentette, hogy jön a megígért az a hírnök, az az isteni megnyilvánulás, aki majd az lesz a feladata, hogy egyesítse az emberiséget, az emberiség egységéről tanítson minket. És a báb ezt a hitet tanította, igazán egy külön vallást alapított, és ezzel egy mohamedán környezetben vallás elhagyóvá válván veszélyes lett. És ezért őt többször bebörtönözték, üldözték, a végén aztán 1850-ben kivégezték ezen a napon délben. Mindig ezen a napon és mindig ebben az órában próbálja a helyi közösség megtartani ezt az ünnepséget, így a világ minden egyes pontján most bábra emlékezünk. Imával, szent szövegek felolvasásával, a történet felelevenítésével itt is lehetett hallani, hogy a báb történetét, az életét felidéztük, és természetesen a halálát is. A dicséret, mely fenséges lényedből fakadt, és a dicsőség, mely elősugárzott tündöklő szépségedből, legyenek véled, ó te, ki a fenség megnyilvánulása, az örökké valóság királya, és mindenek ura vagy, mennyben és földön. Igazán létezik három rajz róla, de a baháj vallásban tilos isteni küldöttet fényképen mutatni vagy ábrázolni, és éppen ezért őt nem ábrázoljuk, nem mutatunk képet, úgy, ahogy a vallás alapítóról, Bahaulláról sem mutatunk képet. Mint minden baháj ünnepség, egy társasági, társadalmi résszel zárul. Ez mindig egy jó alkalom arra, hogy a bahájok egy kicsit barátkozzanak, beszélgessenek a dolgokat, meg beszéljék egymással.